Szabó Lőrinc, hazám keresztény Európa. Útálom és az orca, arcába vágom. Harminc év vagy kétezer óta. Undorító, őrült világ ez, ez a farizeus Európa. Kenyér helyett, szent kenyér, Isten, kenyér helyett az éhező csitítja szóval, hittel, éggel, s maszatos lelkiismeretét szívnyalogató versikékkel. 30 év vagy 2000 óta hány eszmer rohadt el szívében? Hazám keresztény Európa! Mi lesz, ha majd magára döbben? Mi lesz, ha újra földre száll a megcsúfolt és megfeszített, mert jósága, a szíve imája, egyszer már mindent elveszített? Mi lesz, ha megőpokoli pokoli lángszórokkal, gépfegyverekkel, vasisakos, pestisozó, bosszúálló angyal sereggel? Mi lesz, ha megjöv Krisztus? és új országot teremt a földön, és elhullanak a banditák, és nem lesz több harc, se kard, se börtön. Ha mennyei tiszta szerelmét, tetté acélozza a bárány, és újra megvált. Ó, nem a jók, de a gonoszak vére árán. Hazám keresztény Európa, túlélve időt, szörnyű végét, elbírod -e te még az Istent, a szeretetet, és a békét.